Többek szerint a magas tojás ára nyári óriási szárazságnak volt köszönhető, illetve a szomszédban dúló háború is befolyásolhatja azt. Hát nem tudok szóhoz jutni. Hát végül is az infláció miatt van drága a takarmány, és emiatt. Az emelkedés nem tesz jót a keresletnek, hiszen nem csak azt eredményezi, hogy kevesebb fogy belőle, hanem azt is, hogy minőségben is visszaeshet a megszokottól. A kevés termés, drágább a kukorica, állítólag 20 ezer forint mázsája, ami 14 volt, tehát ilyen gazdasági megfontolás. És kevesebb a tyúk, kevesebben foglalkoznak vele. A vevők elmondása alapján maximum 10 darabot vásárolnak meg egy vételre. Nagyjából ennyi fogy el egy hétvégén, és természetesen az ár is jóval magasabb a megszokottnál. Azt hiszem, hogy most 70 forint darabja. Hát azelőtt még volt, a tavasszal még 50, meg ki tudja már az árát, mert annyira megy felfele, hogy nem figyeli az ember. Figyeli, de hát ez van. Az eladók is arra panaszkodnak, hogy kevesebbet vesznek a vevők, jobban megfigyelik, hogy mire adnak ki pénzt. Hát körülbelül egy 50%-os emelkedés biztos van, mert még szerintem tavaly olyan 50 forint körül volt, most meg 70 tájékán. Az ünnepek közelettével valószínűsíthetően több fogy majd a tojásból a sütések, főzések miatt, de addig elképzelhető, hogy marad az óvatos vásárlási morál.